a forgó szél, amikor elragad, szellemed szellememhez ér, és elvisz magával minden gondot, erőt ad, hitet, remény. Mint a forgó szél, amikor elragad, szellemed szellememhez ér, és elvisz magával minden gondot, erőt ad, hitet, remény. Minden más lett, amikor kegyelmed elrabolt, foglyul ejtett, szerelmed szívemig hatott, és szabad lettem. Velem az ég ura, karod minden nap felemel, jól tudom, tőled semmi nem szakíthat el. Mint a forgó szél, amikor elragad, szellemed szellememhez ér, és elvisz magával minden gondot, erőt ad, hitet, remény. Jézus, nyíld a szívem, kérem, én mindenem átadom. Tiéd az életem, tiéd az életem, én a legjobb részt kapom. Hatalmas Isten, ég és föld féli szent neved, a hegy alá száll, a földeket termővé teszed, benned bízom, életem talán nem mindig gondtalan, de aki szeret téged, annak minden javára van. Csak tiéd! Csak tiéd a szívem, kérem, mindenem átadom. Tiéd az életem, tiéd az életem, én a legjobb rész. Jézus, tiéd! Jézus, tiéd a szívem, kérem, mindenem átadom. Tiéd az életem, tiéd az életem, én a legjobb rész kapom. Mint a forgó szél, amikor elragad, mint a forgó szél, amikor elragad, szellemed szellememhez ér, és elvisz magával minden gondot, erőt, mint a forgó szél, amikor elragad, mint a forgó szél, amikor elragad, szellemed szellememhez ér, és elvisz magával minden gondot, erőt ad. Tiéd a szívem, a kéred, én mindenem átadom. Tiéd az életem, tiéd az életem, én a legjobb. Csak tiéd a szívem, Jézus! Csak tiéd a szívem, a kéred, én mindenem átadom. Tiéd az életem, tiéd az életem, én a legjobb rész kapom. Olvassuk el az igéket. Apcsel 21.7.15-től fogjuk olvasni, és aztán pedig megnézzük az Apcsel 9.10-18-ig. Gyertek velem! Ha mosolyogtok és ámeneztek, rövidebb lesz a szolgálat. Jól haladtok, már 5 percet levonok. Ámen? Jó. De nem minden ámennél vonok 5 percet. Nézzük tehát. Apcsel 21.7-15-ig. Mi pedig a hajózás bevégezvén Tírusból eljutánk Ptolemaiszba,
és köszöntvén az atyafiakat nálunk maradánk egy napig. Másnap pedig elmenvén Pál és mi, akik vele voltunk, megérkezünk Cézáreába, és bemenvén a Fülöp evangelista házába, aki ama hét közül való volt, nála maradánk. Ennek volt négy szűz leánya, akik profétálnak vala. Mi alatt pedig mi több napig ott maradánk, alájöve Judából való proféta, név szerint Agabus. És amikor hozzánk jött, vevé Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait, és azt mondta, azt mondja a Szent Szellem, a férfiút, aki ez az öv, eképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak a kezébe. Mikor pedig ezeket hallottuk, mind mi, mind a helybeliek kértük, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál felelt, mit cselekedtek sírván, és az én szívemet kesergetvén? Mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Mikor azért ő nem engedett, megnyugodtunk, mondván, legyen meg az Úr akarata, mondjuk el ezt együtt, legyen meg az Úr akarata. E napok után pedig felkészülődvén felmenénk Jeruzsálembe. Nézzük meg ennek a történetnek az előzményét, jó, egy kicsit visszamegyünk az időbe, és megnézzük, hogy amikor ez történt, miért is történt. Jó, az Apcsel 9-ben van megírva ennek az előzménye. Nagyon fontos előzmény. Hányan tudjátok azt, hogy a Bibliában nagyon fontos sokszor az előzmény, vagy a környezetet megérteni, hogy az egészet meg tudjuk érteni. És nem szeretem, ha egy igeverset kiragadnak az igéből, mert ha a környezetet elolvasnák, hozzáolvasnának más részeket, és akkor egészen másképp néznek ki a dolog. És egyébként a tévtanítók szoktak kiragadni részeket a Bibliából, mert van egy mondani valójuk, amihez ők a Bibliát veszik segítségül, Isten embereinek meg van egy Bibliájuk, amit magyaráznak. És igét igével magyaráznak, dicsőség az Úrnak, nem a saját kútfőbe merítenek. De nézzük meg az Apcsel 9:10-18. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban név szerint Ananiás, és mondta annak az Úr látásban. Ananiás, az pedig mondta, ím hol vagyok, Uram? Az Úr pedig mondta néki, elnézést, kelj fel és menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keresd föl a Júdás házába egy Saul nevezetű táziuszi embert, mert imé imádkozik. És látás Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú beméne hozzá, és kezét ráveté, hogy lásson. Felele pedig Ananiás, Uram, sok embertől hallottam-e férfi felől, mi is sok bosszúsággal illeti a te szentjeidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségé hívják. Mondta pedig néki az Úr, eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt. Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Elmenvén azért Ananiás beméne a házba, kezeit rávetni, mondta, Saul atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, amelyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél Szent Szellemmel. És azonnal, mint egy pikelyek estek le a szeméről, és mindjárt visszanyeri a látását, felkelvén megkeresztelkedik. Dicsőség az Úrnak. Áldott legyen az Úr neve. Csodálatos. Észreveszitek ezt, hogy milyen rendkívüli történet ez? Egy ember, akinek volt egy nagy előítélete, egy ember, akinek volt egy nagy félelme, egy ember, aki sehogy se értette, hogy Isten mit is akar végezni, mégis engedelmeskedik hitáltal Istennek, és engedelmeskedik annak a mennyei látásnak, amit Isten neki mondott. De menjünk akkor sorban. A Szent Szellem tehát vezet bennünket, és a vezetés során korlátokba ütközik a Szent Szellem munkája. Tehát vannak ezek a korlátok az emberek életében, és az a legtöbbször az életünkben, az elménkben van. A gondolkodásunkban, a lelkünkben épülnek fel ezek a korlátok, ezekről majd fogok részletesen is beszélni a végén. De mondjuk csak végig ezt. Isten olyan világot teremtett, ahol csak ott vannak korlátok, ahol veszély, és baj,
és veszteség érheti az ember. Igazából kimondhatjuk, hogy Isten úgy építette fel az ő világát, hogy az embereket minden olyan dologtól választotta el, amely tőle elválasztaná őket. Még egyszer, hogy mondjam. Isten olyan korlátokat állított fel, amelyek védik az embert, hogy ne válasszák el Istentől a bűnök és a különböző hibák az embereket. Minden más területen Isten szabadságot adott, az emberek szabadok, szabadok azt tenni, amit Isten nekik mutat, szabadok arra, hogy megpróbáljanak mindent, és amit jó, azt megtartsák. Ezt mondja az Istennek az igéje. Természetesen nekünk, újszövetségi keresztényeknek itt van az Isten igéje, a Biblia, ami rendkívül fontos vezérfonal a számunkra, és ebből nagyon sok mindent megismerhetünk az életről és a kegyességre. De azt is látjuk, hogy az ördög is állít korlátokat. Az ördög hova állít korlátokat? Az ördög mindig Isten munkájának az útjába állítja a korlátokat. Ő a veszélyes helyekről elveszi a korlátokat, észrevettétek? Az ő érdeke az, hogy az emberek elpusztuljanak, tönkre menjenek, és ott elbontja a korlátokat, elbontja az erkölcsi korlátokat, elbontja a morális korlátokat, elbontja az emberek életébe olyan tevékenységek elől a korlátokat, amely az ember életre veszélyes. És engedi, akarná engedni, hogy az emberek akadálytalanul pusztuljanak egymás után, nem véletlenül nevezi a Biblia az ördögöt embergyilkosnak. Ő kitalált olyan módszereket, hogy hogyan bontsa el az Isten által felállított korlátokat, amely az ember számára veszélyes, és megakadályozná az embert, hogy eltávolodjon Istentől. Ő ezeket elbontotta, mert Isten is épít korlátokat, és Isten is bont korlátokat. Az ördög is épít korlátokat, és az ördög is bont korlátokat. Minden jó korlátot elbont, és mindenhova korlátokat épít, ahol Isten dolgozni szeretne, és valamit felépítene. Ezért mondjuk azt, hogy egyrészt szükség van arra, hogy Isten elbontsa a korlátokat, mondjatok egy ámen, másrészt pedig szükség van arra, hogy megmaradjanak bizonyos korlátok, sőt megerősödjenek. A Biblia például azt mondja, hogy a keresztény ember az nem eszik vért. Ez egy olyan korlát, amit Isten azért tett, mert a vérben lélek van, élet van, egyrészt ad egy tiszteletet a teremtményeknek, nem esszük a másik lelkét. Másrészt pedig olyan fertőzéseket hordoz a vér, én nem vagyok szakember, de akik orvosok vagytok, vagy ilyen, mondom, tudjátok, hogy az egyik legjobban eszköz arra, hogy a legtöbb betegséget, elváltozást, stb. Vigyünk be emberi szervezetbe a véren keresztül. Isten ezért megtiltotta. Nem eszünk lelket, és ez a vér, az pedig nagyon-nagyon fontos, hogy az embertől távol maradjon, és ez egy olyan korlát, amivel a testünket védi az Isten, mondjatok egy állam. Védi Isten a testünket. A sátán azt mondja, nem csak, hogy vért tehetsz, hanem minden olyan dolgot tehetsz, ami nyilvánvaló károkozására van a testednek. Egyrészt ehhez túl sokat. Egyél, amennyi beléd fér, éjjel-nappal mindig egyél, állandóan egyél. Nem számít, hogy mit eszel, ezt a korlátot is elbontotta. És csak egy példát hozok most. És nem számít, hogy ha káros dolgokat is eszel, egyszer élünk, csak élvezd az életet. A lényeg nem az, hogy káros, hanem hogy élvezd. És mivel a Jóisten nem épített kéményt a fejünkre, mégis azt mondja, hogy dohányozzanak az emberek és füstöljenek, pedig nincs is kémény a fejükön, akkor is dohányoznak, ami nyilvánvaló komoly betegségeket okoz. Pedig azt mondja a Biblia, hogy a testünk azért adatot, hogy a Szentlélek temploma legyen, a testünk adatot, hogy szolgáljon minket és az Istent. És annak a jóléte nagyon-nagyon fontos. És amit Isten ajándékba adott, azra nekünk vigyázni kell. Ugye, mondtok erre is egy ámen. Ez Isten ajándéka a testünk. Ez nem mindegy, hogy lestrapál, nem mindegy, hogy mit csinálunk vele, nem mindegy, hogy megadjuk neki a tisztességet. Hányan tudjátok, hogy a testnek a tisztességet is meg kell adni?
A pihenést meg kell neki, nem zsigerelhetjük a testünket büntetlenül. Ezért adta nekünk Isten a pihenő napot, hogy egy héten egy nap az övé. Van egy korlát. Azt mondja, nem folyik össze az egész életed, és csak dolgozol, hanem én adok neked ciklusokat, és adok egy határt. 6 napig dolgozol, és a 7. napon pihensz. Hogy védjen a lelki, szellemi egészségedet, és a testedet is. És sorolhatnám, rengeteg olyan korlát van, amit Isten meg akar erősíteni, és ugyanakkor nagyon sok korlát van, amit el akar bontani. Dicsőség az Úrnak ezért. De nézzük most meg, mert ma nincs időnk, csak szeretnék beszélni a korlátok elbontásáról. Ugye megengeditek, nincs időnk az egészet végigvenni, ma a korlátok elbontásáról beszélek, és azért beszéltem az elején egy kicsit bővebben, mert ne gondoljátok, hogy Isten minden korlátot le akar bontani egyáltalán. De ma nem tudunk erről beszélni, hogy mit akar megépíteni. Nézzük, hogy mit akar lerombolni. Nagyon-nagyon fontos, mert a Szentléleknek a munkája kell, hogy végbe menjen a mi életünkben. Dicsőség az Úrnak. A Róma 8.35 a következőt mondja. Azt mondja a Róma 8.35. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől. Nyomorúság, szorongatatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Miért olvastam fel ezt az igét? Kedves testvérem, azért olvastam fel ezt az igét, mert a körülmények nem szakítanak el minket Istentől. Hányan vettétek észre? Akár szorongatatás, akár éhség, akár nyomorúság, ez nem akadálya az Istennek, ő jön hozzánk és megsegít bennünket. De ha itt az elmében vannak korlátok, a Biblia, figyelitek, hogy ezt nem említi, hogy az elmében lévő erősségek sem szakítanak el Istentől. Ha az elmédben és a gondolkodásodban felépülnek korlátok, az viszont elválaszt az Istentől, és megakadályozza, hogy az Isten munkája végbe menjen az életedbe. Mikor a Szentlélek dolgozik és vezet, akkor sokan azt hiszik, hogy a körülmények az az akadály, amit Isten nem tud átlépni. De ez hazugság. Isten minden körülményt meg tud változtatni. Isten minden lehetetlen helyzetből tud csodát tenni. Isten minden nincsből valamit tud formálni. Ez neki nem akadály, de egy akadály van. És ezt Isten sem tudja átlépni. Ez az igazság, ha benned van a korlát. És a Biblia ezért mondja, hogy ismerd fel, és a Szentlélek nagyon sokat dolgozik azon, hogy megmutassa azokat a határokat, azokat a korlátokat, amit Isten ki akar szélesíteni, le akar rombolni, el akar távolítani, mert amíg ezt nem teszi, és ez nagyon fontos, hogy ez csak is a te engedélyeddel történik. És ezért nem tudja az Isten, tehát nem úgy értem, hogy nem tudja, hogy nem elég erős, nem elég bölcs, nem elég hatékony hozzá, hogy megszabadítson téged egy elmebeli korlától, hanem úgy értem, ha te nem adsz rá engedélyt, akkor ő nem teszi, nem teheti. Ha te nem ismered fel, nem adod át magad az Úrnak, akkor ezt ő nem teheti. És amíg az ember nem látja a korlátait, ami útjában áll a Szentlélek munkájának, addig az Isten nem tudja őt megszabadítani, nem tudja letörni az elmében lévő korlátokat. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megértsük, és hiába imádkozunk úgy, hogy Istenem legyen meg a te akaratod, mert ugye az igéből olvastuk, amíg Isten az elmebeli korlátokat nem győzte le Ananiás életébe, addig nem tudta az Úrhoz vezetni ezt a Sault. Figyelted? Volt neki egy csomó kifogása. Ez az ember gyilkos. Megöli a keresztényeket. Ez az ember nem a mi barátunk, nem a mi testvérünk. Egyáltalán mi közöm nekem hozzá? És Isten formálta nekem az embernek a gondolkodását, lerombolta az előítéletnek. Lerombolta a félelemnek a korlátait, mert ezekről lesz szó, és mikor lerombolta, oda tudott menni, és meg tudta tenni, amire Isten őt kérte, és ez az ember ott tért meg, akiről a 21. részben olvasunk. Belőle lett a Pál apostol, Saulból. Azért, mert volt egy ember, aki a Szentlélek munkájának engedett, és megengedte, hogy Isten lerombolja a korlátokat az elméjébe. És miután ez megtörtént, nézd meg, mi történik. Saul megtér, ott azonnal megkeresztelkedik, dicsőség Istennek, kapja az elhívását rögtön, és ott mondja neki Isten azt a híres mondatot, hogy te leszel Pál apostol, aki királyok és uralkodók előtt
fogsz majd rólam tanúságot tenni a hatalmasok előtt Rómában. És a 21. rész erről szól, hogy ezért kellett neki menni Jeruzsálembe, hogy ezt megtegye. Pál apostol ezt tökéletesen tudta, hogy neki sokat kell szenvednie az Úrért egyrészt, másik rész pedig neki el kell jutni az élete során, hogy a felső 10 000-nek, a világ urainak, a császárnak, a legnagyobb embernek is hirdetni fogja az evangéliumot. És ezért mondta ezt a híres mondatát, mert volt egyszer egy Ananiás, aki megengedte Istennek, hogy lerombolja az elmébe a korlátokat. Pál apostol tőle tanult, ő is megengedte, hogy lerombolja Isten az elmébe a korlátokat, és azt mondta, hogy nem csak arra vagyok hajlandó, hogy eddig menjek el Istennel, hanem én végig fogok menni az úton. Én még meghalni is kész vagyok az Úrért. Nincs korlát. Hányan vágytok ilyen életre, már nem meghalni fizikailag az Úr, hanem hogy az Úr munkájának ne legyen korlátja az életedben. Ne legyen korlátja, ne legyen, ami majd megállítja, csak félútig, csak eddig, mert én nem vagyok hajlandó. Mert én nem akarom. Mert én nem akarok szembenézni ezekkel a korlátokkal. Tehát ez nagyon-nagyon fontos esemény, amit láttok, és ezért ő nem meghalni vágyott, észrevettétek, hogy Pál apostol nem bolond ember volt, ő nem szenvedni vágyott, ő nem meghalni vágyott, hanem azt akarta, hogy amit Isten ott a megtérésekor mondott neki proféciát, az végbe menjen az életével, mert még Rómában soha nem hirdette az evangéliumot. És mondta, hogy muszáj. Ha ez az ára, ez az áldozat, hogy én ezt megtegyem, akkor meg fogom tenni. Azért, mert én végig akarok menni az úton, és Isten munkája teljesen valósuljon meg az életemben, és ne legyen korlát. Én nem leszek a korlátja Isten munkájában. A körülmények nem korlát Isten munkájában, egyetlen egy korlát van bennünk, az elménkben lévő korlát. Menjünk, tehát végig ezen. Ezeket végigvettük, és megnéztük. Testvérem, aki ma itt vagy az Isten tiszteleten és az ige hirdetésen, te mit válasz be az Istenért? Tudod, hogy mi mutatja meg legelsőnek, hogy az életedben hol helyezkednek el azok a korlátok, amelyek nem kívánt korlátok? És az is megmutatja, hogy hol helyezkednek el a kívánt korlátok, vagy hol nincsenek kívánt korlátok, hogy mi az, amit megengedsz magadnak, és nem veszed figyelembe. Ugye a múlt alkalommal, vagy az ezelőtti alkalommal beszéltem nektek a Szentléleknek a zöld lámpájáról, sárga lámpájáról, és a piros lámpájáról. És akinek nincsen korlátja, az nem veszi észre, nem fogja figyelembe venni a Szentléleknek a jelzéseit. De ugyanakkor nagyon fontos észrevennünk a Szentléleknek a zöld jelzéseit, szabad jelzéseit, amikor irányít bennünket a Szentlélek, és észrevettem, hogy akinek nincs korlát az életében Istentől, annak az minden megengedés, nincs piros lámpa sose. Ugyanakkor hiába van zöld lámpa a Szentlélektől, azt is észrevettem, és engedi a Szentlélek, biztatja a Szentlélek a hívőt, hiába van, hogyha neki korlát az élete. Teljesen be van korlátolva a gondolkodásába, hiába mondja neki a Szentlélek, hogy tedd meg ezt, mert ott van a kételkedésnek a korlátja például az életében, a kicsinyhűtésségnek, a kételkedésnek a korlátja, akkor nem fog engedelmeskedni, mert nem tud. Mert elzárja ez a korlát abban, hogy Isten akarata végbe menjen az életében. Ez nagyon-nagyon fontos, ezt mind megértem. Menjünk tovább, nézzük meg a Kolossé 1:24-25-öt. Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, amelynek lettem én Pál szolgájává. Most örülök ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek, az én testemben, az ő testéért, ami az egyház, amelynek lettem én a szolgájává, Isten sávfársága szerint, amelyet nékem adott a rátok nézve, hogy betöltsem Isten igéjét. Hányan mondtok áment, hogy nekünk be kell tölteni Isten igéjét? Azokat az igéket, amiket Isten nekünk mondott. És nem lehetnek akadályok, Isten le akarja győzni ezeket az akadályokat, és nekünk ezeket meg kell engedni a Szentléleknek, hogy ezeket kitágítsa, lerombolja, és megsemmisítse a Szentlélek. Nézd meg velem együtt a 21. vers, mit mond? Azt mondja, most örülök, hogy ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek. Figyeljetek! Hányan vállaltatok már kisbabát?
Már a férfiak is felemelhetik, mert ők is részese voltak ennek a dolognak. Észrevettétek, hogy bármi, amit kapunk az Istentől, az néha szenvedéssel is jár. Elmondom, hogy mi már a születés szenvedéssel jár. A hölgyek nem úgy van, hogy azt mondja Isten, hogy megáldalak bennetek egy gyermekkel, és akkor bemegyünk a szülőszobára, egy sóhajtás is megvan. Jaj, de tisztelem a hölgyeket, hogy szülnek gyermekeket, mondjatok egy állam. Én végignéztem egyet. Majdnem engem locsoltak fel. Itt az egyik fiatalember mesélte nekem a gyülekezetben, hogy ő is bement, fölbátorodott, és most a harmadik gyerek születésnél bement a feleségéhez, és mondtam neki, hogy messziről nézd, és ott a feje környékénél ott helyezkedjél el, nem fordítva, nem hallgatott rám, elájult, majdnem úgy mosták fel. Észrevettétek, hogy a gyermek nevelése is, nem alszunk éjszaka? Aggódunk miatta. Mindent megtennénk érte, még az életünket is odaadnánk, és mindent vállalunk a gyerekünkért, szenvedéssel is jár. És tudod, miről beszél itt Pál apostol? Hogy amikor Isten akarata végbe megy az életedben, ez nem megy szenvedés nélkül. Tehát számítanod kell arra, hogy az akadályok miatt nem Isten szenvedtett téged, hanem ahhoz, hogy Isten munkája végbe menjen az életedbe, bele fogsz ütközni akadályokba, ami miatt, ami közben Isten téged azon átvisz, ami közben Isten téged abból megszabadít, szenvedned is kell. Tehát nem Istentől szenvedsz, hanem az engedelmesség miatt szenvedsz. Hogy engedelmes vagy az Istennek, és nem állsz meg, és Pál itt azt mondja, hogy én kész vagyok Istennek annyira engedelmeskedni, hogy még a szenvedés se állít meg, hogyha bárki miatt bármit fel kell vállalnom, én megteszem, mert meg fogom tenni, amit az Isten mondott. És hogyha emiatt bármilyen megaláztatásba kell részesülnöm, bármilyen nehézségen kell keresztül mennem, én akkor ezt is bevállalom, csak hogy végbe menjen Isten akarat. Hányan vágytok ilyen szívre? Tehát Isten, legyünk őszinték, egy kicsit rázzuk ki magunkat ebből a lila körből, hogy Isten munkája nem megy végbe legtöbbször szenvedés nélkül. Akadályokba ütközünk, nehézségeket élünk át, nem könnyű. De amikor az ember nem áll meg, és azt mondja, én ledöntöm a korlátokat, és megengedem a Szentléleknek, hogy engem megszabadítson, akkor az történik, hogy Isten áttöri az ő faltörő kosával, ami korlátainkkal, földbe gyalulja azokat a korlátokat, amiket a sátán állított, és kiderül, hogy képesek vagyunk megtenni. És kiderül, hogy képesek vagyunk átélni. És kiderül, hogy Isten meg tudja tenni az életünkben. Hány és hány ember győz le a sátán már a gondolkodás területén? El se indul, már le van győzve. Még az első lépéset tette meg, már vége van. És milyen bosszantó, hogy az emberek még a versenypályára se jutnak el, egy lépéset tesznek, legalább meccs közbe veszítenek. De nagyon sokan a gondolkodásuk miatt meg el sem indulnak a versenyen. Hányan mondtok ámen, hogy az Isten győztesnek hívott el bennünket? A Szentléleknek nagyon fontos munkája ez az életünkben, hogy a korlátokat kitágítja, letöri, összezúzza, áthelyezi, dicsőség az Úrnak, vagy megszünteti teljesen. Nézzük meg azt, hogy milyen a mai kor. A Galata 5.13-ban a következőt mondja, mert erről szeretnék egy pár gondolatot mondani. Mert ti szabadságra hivattatok, atyám fői, csak hogy a szabadság ürügyne legyen a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Lefordíthatom, hogy mit mond ez az igen modern nyelven. Testvérek, megszabadított Isten benneteket minden korláttól, és meg fog szabadítani, ami akadályozza az ő munkáját, hogy végbe menjen. De ez nem legyen ürügy arra, hogy lebontsátok azokat a korlátokat, amelyeket Isten épített, hogy megvédjen benneteket. Ne engedjétek meg a testnek, hogy azután, miután Isten megszabadította a kötelékektől, miután megszabadítja a korlátoktól, utána legyen a szabadosság, hogy nekem minden szabad, azt is szabad, amiben Isten építette fel a korlátot. Tehát nagyon fontos, hogy Isten lebontja a korlátokat, de nem minden korlátot bont le.
Menjünk a másik igére. Ézsaiás 54:1-4. Újjong te meddő, aki nem szültél, újjongva énekelj és kiálts, aki nem vajuttál, mert többek az elhagyottak fiai a férnél való fiainál, azt mondja az Úr. Szélesíts ki sátorod helyét, hajlékaidnak kápítjait terjesz ki, ne tízs meg, gyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet. Mert mind jobb, mind bal kézzel kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságot szégyenéről elfelejkezel, özvegységnek gyalázatára többé meg nem emlékezel. Én többek között ilyen gyalázatnak gondolom a korlátokat. Hogy az ember nem tudott kitörni, nem tudott átmenni azon, amit az anyjától, apától örökölt, amit örökölt a nemzetségétől, örökölt a környezetéből. Hányan mondtok hallelujját, hogy ezen túl fogunk menni, még inkább túl fogunk menni. Dicsőség Istennek. Ez is nagyon-nagyon fontos, hogy amikor az Isten talál az életedbe egy olyan korlátot, amely korlátozza, hogy az Isten akarata végbe menjen az életedbe, akkor mit csinál itt Isten? Mit olvastam? Biztat és bátorít, hogy add oda magad, mert megszabadít. Újjong te meddő! Gondold el, mi lehet szebb szó egy meddő asszonynak, hogy újjong te meddő? Miért újjongja? Mert gyermeket adok neked. És miért? Mit kezd az Isten csinálni? Beszél az elménkhez. Te meddő, gondolkodj már magadról úgy, hogy nem leszel többé ez, és engedd meg, hogy elvegyem mondjuk azt a korlátot az elmédből, hogy ez lehetetlen, mert az anyám, meg a nagyanyám, meg azok is mind nagyon-nagyon nehezen küzdötték, ez nekem nem fog menni. Isten odaszól az elméhez, és azt mondja, újjong te meddő, aki be vagy szorítva ebbe az állapotba, és nem sikerül a baba, akkor Isten azt mondja, de sikerülni fog, és először is az elmédnek szólok, te ember, hidd el, hogy nekem lehetséges, és engedd meg, hogy levegyem rólad ezt a generációs átkot, megszabadítalak téged, nem leszel meddő a családodba, hanem te fogod megtörni ezt az átkot, mert te rajtad keresztül megmutatom, hogy neked sok gyermeked lesz. Aztán mondja a többinek is, megdöbbentő, hogy szélesíts ki a sátorod helyét. Hányan örültök ezeknek az igéknek? Hé, embere, Isten azt mondja az ő szellem által, hogy a Szentlélek azon dolgozik, hogy kiszélesíts a szűk gondolkodásmódunkat, mert nagyon sokszor van egy szűk keresztmetszet, amin keresztül Isten át tud hozni dolgokat, de Isten nagyobbakat akar cselekedni. Többet akar cselekedni, és ez szükséges, hogy kiszélesítse a sátort. Mondok egy példát. Most gondold el, hogy mennyire ki kellett szélesíteni a sátorát egy zsidó embernek, hogy elmenjen a pogányoknak az evangéliumot hirdetni. Mennyire meg kellett változtatni Pétert Istennek, hogy el kellett mennie neki a pogányokhoz, Kornélius házába, és azt mondja, soha semmilyen tisztátalan nem ettem. Meg kellett győznie Istennek Ananiást, hogy menjen el Isten ellenségéhez. Ki kellett tágítania, és figyeled, hogy Ananiásnak miközben ment az úton, és elfogadta Istennek a munkáját, amely lerombolta az előítéletnek, lerombolta a hitetlenségnek, lerombolta az előítéleteknek a falait, miközben ment, akkor történt, és amikor odaér, figyeled, hogy hogy szólítja a Sault. Nem azt mondja, te utolsó senki házi gyilkos, hanem atyám fia, testvérem. Megváltozott a gondolkodása az ellenséget, azt a semmérvaló embert, akiről azt hallotta, hogy ez egy gyilkos, már a testvérének nevezi, és úgy teszi rá a kezét, hogy látja, hogy Isten mire hívta lesz az ember. Hogy az ember Isten hatalmas szolgája lesz. Lerombolta Isten a vakságnak a korlátját, mert Ananiás csak azt látta, Saul a legnagyobb üldöző inkvizitor az országban. Isten pedig megmutatta neki többször is látomásban, hogy figyelj csak ide! Figyelj csak ide, ez lesz az én legnagyobb szolgám az evangélium hirdetésébe. És úgy menjél hozzá, hogy neked adtam ezt a megtiszteltetést, hogy a te kezed munkája nyomán föl fog épülni ez az ember, és elhívást kap, megtér ez az ember. Ananiás, vállalod? És Ananiás szépen elindult az úton, és szépen, ahogy rombolt a Szentlélek a korlátokat, testvérének szólítja Sault, ráteszi a kezét,
és kimondja, hogy mi fog ezzel az emberrel történni. Mert a vaksága is megszűnt. Eddig nem látta Sault így. Hányan vágyjátok azt, hogy lássunk embereket úgy, ahogy Isten mutatja? Hányan vágyjátok azt, hogy a férjünket lássak úgy, ahogy Isten mutatja? Ne, ahogy most van abban az állapotban. Hányan vágyjátok, hogy a feleségünket, a gyerekünket lássak úgy, ahogy Isten mutatja? Nem a jelenlegi állapotában, hanem amivé lesz. Ehhez le kellett dönteni a korlátokat. Nem volt mese, nem tudott más csinálni az Isten. Figyeled, azt mondja, jobb és bal kézre teljeszkedni fogsz. Vajon figyelj csak ide, kinek mondta ezt az Isten? Olyannak, aki egy szűk helyen él, és beszorulva él, és nem tudott terjeszkedni. Isten azt mondta az élet gyülekezetének, ki fogtok teljesedni? Mikor mondta ezt az Isten? Amikor felvetett bennünket a pénz, akkor mondta, amikor ami mindenünk megvolt. Pont a szükség idején mondja, amikor szorít bennünket az ellenség minden korláta. Isten meg azt mondja, jövök gyermekeim, csak higgyetek, engedjétek, ledöntöm ezt a korlátot, és olyan nagyjá teszlek, úgy kiterjesztelek benneteket, hogy rá se fogtok ismerni az országotokra. Nem szoros helyen fogtok élni, hanem egy tágas helyen fogtok élni, dicsőség az Úrnak, és olyan helyen fogtok élni, ahol növekedni tudtok. Észrevettétek, hogy szoros helyen nem lehet növekedni? Volt nekem egy kedvenc farmerom. Annyira szerettem ezt a farmert. Feleségem vásárolta. Olcsón. Drága farmert. Ez magyaroknak ez nagy dolog. És nagyon szerettem ezt hordani. Csak az a gond, hogy mostanában megnövekedtem. És tegnap előtt is magamra akartam erőltetni, de nem jött sehogy sem. Illetve úgy jött, hogy hát csak begombolni nem tudtam sehogy sem. Aztán valahogy magamra erőltettem mégis, és elutaztam a városba intézni az ügyeimet, és amikor ezt tettem, egyszerűen úgy éreztem, hogy neki vége. Tehát ha én most ettől nem szabadulok meg, annyi. Semmit nem tudtam csinálni, sem munkát végezni, se előrehaladni, se nem jól éreztem magam. Tehát ha szorít valami, nem tudsz nőni. Mikor mondja neked Isten, ha szorít valami, a vállalatodat, a cégedet, a családodat valami szorítja, akkor Isten mindig olyan igéket ad, ami rombolja a korlátokat. Szól neked, hogy figyelj csak, most ezen a helyen szoros vagy, meddő vagy, én meg több gyermekes anyává teszlek. Figyelj csak, egy szűkült helyen vagy, beszűkült munkába, beszűkült gyülekezetbe, beszűkült életbe, és szólok neked, és ki foglak tágítani, meg foglak áldani, és megsegítelek, és abban az esetben az én dicsőségem lesz ez, és a korlátok, miután benned ledőlnek, a körülmények megváltoznak, mert te le fogod őket győzni. Istennek nem akadálya körülmény. Nem szégyenülsz meg. Kinek mondja az Isten azt ma? Hányan fogadjátok el magatoknak, hogy nem szégyenülsz meg? Belekezdtél egy új munkába, belekezdtél egy olyan, amit még soha nem csináltál, belekezdtél egy olyan suliba, amiben előre megijesztettek, hogy sose fogod elvégezni, és így tovább, és így tovább. Isten már mondja neked, ne félj, mert ott a félelem korlátja az agyadba, én küldtelek, én segítelek, de ne félj, mert én lerombolom ezeket a korlátokat, és utána nem félve fogsz neki menni, hanem bátorsággal fogsz neki menni, mert nem szégyenülsz meg, elvégzel, befejezel, sikerülni fog. De ha ott marad a korlát, lehetséges, hogy megbukik az ember. Lehetséges, hogy csak félig tudja megcsinálni. Lehetséges még akkor is, hogyha Isten mondta. Ez az igazság. Még ha Isten mondta, akkor is lehetséges. Mert ezek a korlátok megállíthatják az Isten munkáját. Nem szégyenülsz meg, hányan fogadjátok el magatokra ezt most? Isten nektek mondja, nem szégyenülsz meg, csak menj tovább, csináld tovább, amivel belekezdtél, én indítottalak el, és a nehézségek ne állítsanak meg, és hanem inkább ahelyett engedd meg, hogy a félelmet kezeljem az életedbe. Na és menjünk egy kicsit tovább, még 10 percre van szükségem. Mivel áldott gyülekezet vagytok, ez a 10 perc egy pillanat alatt el fog telni. Engem semmi nem korlátoz, kivéve a gyülekezet. Na, nézzük meg, néhány korlátot hagy mustassak meg nektek ebből a két történetből, amiben benne van, meg fogjátok találni, csak olvassátok el még egyszer. Az első,
nagyon fontos korlát, amit Isten le akar dönteni. Tehát ne ijedj meg, amikor Isten szól hozzád, Isten ígéreteket tesz, a Szentlélek vezet és irányít téged. Ne ijedj meg a korlátoktól, ez a mai ígéretesnek a tanulsága. Ne ijedj meg tőlük. Ki fogja Isten szélesíteni? Le fogja rombolni. Meg fogja változtatni, ha te megengeded. Ezért ne azon sopánkodjál, hogy nézzél, mindig nézzél azokat a körülményeket, ami körülötted vannak, mert az egy szempillantás alatt meg fog változni, egy szempillantás alatt le fogod győzni, ha te megváltozol. Dicsőség az Úrnak. Sorolom, az első, amit itt látunk ebben a történetben, amit elolvastam, az Ananiás és a Pál apostol történet, Saulnak a történetében, az első a félelemnek a korlátja. Hányan mondtok ámen? 1 János 4.18 ezt mondja, figyeljetek! Tehát félelem, és mindjárt elolvasom az igét. Mitől félnek a hívők, amiközben Isten szól hozzájuk? Például egy pár dolgot hagyd mondja. A konfliktustól. Tudod, milyen korlát lehet az, amikor fél valaki a konfliktustól, nem meri megmondani az igazságot? Mert be van tojva. De mi csinálsz, hogyha a gyereked rád van bízva, és nem beszélsz vele őszintén? Ha nem mondod meg neki az igazságot, mit csináljon egy lelkipásztor, aki szeretettel nem mondhatja meg, a nyája meg megy a veszedelembe, mert nincsen korlát. Mert nem lehet irányítani félős embernek embereket. Mert aki fél a konfliktustól, az ne vezessen. Ezért Isten, mikor vezetőnek hívott el téged, akár a vállalatnál, a cégnél, ott nagyon fontos, hogy a félelemtől megszabadítson, mondja egy ámen. Mert másképp nem tudsz irányítani embereket, és az első dolog, amitől félnek az emberek, a konfliktus, hogy be fog szólni, meg fogja mondani, begurul, vörös lesz a feje, felrobban a készülék, mi lesz? Ha Isten azt akarja, hogy tedd meg, és ott útjába áll a félelem, akkor Isten meg akar téged szabadítani a félelemtől, és te, aki gyáva voltál, te, aki félős voltál, te leszel egy hős és bátor emberré válsz. Nézzük az igét. Konfliktustól, emberektől, körülményektől, változástól. Hányan tudjátok azt, hogy sok ember a változástól is fél? Nem mer belevágni. Inkább marad a beszűkült életébe, mert jaj, megváltozik minden. El kell megköltözni, meg kell változtatni. Jaj, ki kell rúgni. Jaj, mi lesz akkor? Mi lesz? Egy jobb élet fog jönni, ha Isten vezet. Dicsőség az Úr. A János 4.18 azt mondja, a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljesen a szeretetben. Hagyj mondjak nektek egy bizonságot. Isten nagyon sokszor mond, szól hozzám, mondjatok egy ámen. És észrevettem, hogy amikor feszegeti Isten a korlátaimat, akkor az első dolog az, hogy amikor a hitem határára érek, akkor mindig jön a gyötrelem, és gyötörni akar az ellenség nap, mint nap, hogy fogod kifizetni, hogy fogjátok befejezni, mit fogsz csinálni, nem jutsz, megszégyenülsz, tönkremész, mondja ezeket a szavakat, és az ember két dolgot tehet ilyenkor. Vagy oda megy Istenhez, és azt mondja, Uram, itt egy korlát az életembe, mert te szóltál hozzám, de most már gyötrődök. Mert nem bírom elhinni, nem bírok hitbe járni. Ezért, Uram, vagy szabadíts meg a félelemtől, vagy, Uram, vedd le rólam az elhívást. Szerinted Isten melyiket fogja tenni? Megszabadít a félelemtől. Mert ha ezt sokáig csinálod így, hogy a saját erődből próbálod fenntartani azt, amit Isten neked adott, ez lehetetlen, és az ember gyötrődni fog. Mert vagy hiszel, és a hit hányan mondtok ámen, hogy nagy nyugalommal jár. Hogy az ember nem úgy van, hogy hazamegy, és nem tud aludni. A hit az olyan csodálatos dolog, hogy békében le tudok feküdni, és tudok aludni, mert hitbe járok, és nem látásban, és bízok az Istenbe, és szeret engem, és nem agadom szét az életemet. Én nem tönkre akarok menni, gyomorideget kapni azért, mert Isten szólt hozzám, és jaj, mi lesz? És ilyenkor mit csinál Isten? Megszabadít a gyötrődéstől, mert bevallod őszintén, Uram, már megint eljött a gyötrődés időszaka, de te nem ezt adtad nekem, hanem jövök a te jelenlétedbe, és tudod, mit mond itt az ige? Mi a gyógyszer a félelemmel szembe? Gyere be Isten jelenlétébe, töltekezz be szent lélekkel, és a szeretet átjárja szívedet, és fogod érezni, hogy Isten nem engedi meg, hogy megbukjál, nem engedi meg, hogy tönkre menjél, mert szeret téged. És elmúlik a félelem. Kimegy a félelem belőle, mert egy szeretett ember vagy. Mondd magadra, hogy én egy szeretett ember vagyok. Mondd még egyszer. Én egy szeretett ember vagyok. Isten szeret engem.
És ez ki fogja űzni a félelmet a bensődben, mert nem akárki támogat téged, a világ legnagyobb hatalma támogat téged, és amikor Isten azt mondja, akkor nem meg fogsz halni, nem tönkre fogsz menni, hanem kitágítja a szívedet az Isten, és megszabadít az emberektől való félelemtől, mert igenis, ha Isten munkája végbe megy, most gondold el, milyen félelem az, amikor az ember elmegy egy idegen országba, idegen népek közé, és kockáztatja az életét azért, hogy az evangéliumot hirdesse, vagy bármit megtegyen Istenért. Hányan vagytok, akik cserélnétek velem most ebben az igehirdetésben? Meleg is van. Itt vannak ezek az okos emberek. Nem mondhatok nekik akármi. Nem könnyű feladat igét hirdetni. De Isten megsegít valamennyiszer. Izgulok. Mi lesz, Uram? Hogy fogom átadni? Mi lesz, Uram, ez az ige szolgálata? Mert nekem nem mindegy, hogy az üzenet átmegy, vagy nem. De Isten elveszi a félelmet. Átjár a Szentlélek. Bevallom, Uram, segíts, segítsél már most. Hú, itt van, elmegyünk egy idegen helyre, más helyeken hirdetem az igét, szolgálok, ide megyek, oda megyek, ezt kell tenni, azt kell tenni, és Isten mindig megsegít, mert jön a félelem. Ez az igazság. Hányan tudjátok, hogy én is félek? De csak egy darabig. És te veled mi újság? Te is szoktál félni, de azt kívánom, hogy csak egy darabig. Amíg Isten meg nem szabít a korláttal. Halleluja. Menjünk tovább. Hú, de gyorsan halad ez az idő. Nem gyötrelemmel jár az Isten munkája, hanem hittel jár. Dicsőség az Úr. Következő a hitetlenség, vagy a kételkedés. Hányan vettétek észre, hogy az emberek kételkednek? Biztos úgy van, biztos Isten akarja, biztos Isten ezt így akarja végezni. Pont ehhez, pont ahhoz, pont ehhez az emberhez. Pont úgy, ahogy az Isten akarja. Pont azt kell csinálni. Miért pont nekem? És ez legtöbbször miért tevődik fel, mert kételkedünk. Kételkedünk a másikba, kételkedünk magunkba, kételkedünk Istenbe, kételkedünk a gyülekezetünkbe, kételkedünk. És ez a kételkedés egy óriási határ, mert ezt mondja az ige, az Ézsaiás 52:7-ben, hallgassatok rám, akik tudjátok az igazságot, te nép, akinek a szívében van a törvényem. Ne féljetek az emberek gyalázatától, szidalmaik miatt kétségbe ne essetek. Ne hitetlenkedjetek, ne kételkedjetek. Nem kell félni tőlük. Nem kell félni tőlük, mert amit Isten megígért, az meg fogja tenni. És ez egy nagyon fontos határ, amiben le akarja Isten rombolni az életünkben ezt is. És sokszor van olyan kijelentés az Úrtól, ami a kételkedés és a hitetlenségnek a korlátjába ütközik. Na, tudtam hinni eddig, de ez már túl nagy falat. De észrevetted, hogy Isten nem lefelé megy? Hogy a hitedben, amit elértél szintet, nem lefelé mész, hanem mindig jön a következő szint. Észrevetted? Tehát ha Istennel akarsz járni, nem lefelé megyünk. Nem azt csináljuk, amit rutinból meg tudunk oldani, nem az következik, amit már eddig megtapasztaltunk. Mindig több, jobb és magasabb szintre megyünk. Ez az Isten munkája. És ezért törődjünk bele, hogy minden hét, minden hónap új kihívással fog kezdődni. Ha Istennel jársz, akkor mindig növel, épít téged, és magasabb szintre fog helyezni. És a kételkedés naponta bejöhet az életedbe. A hitetlenség naponta a kétség bekopoghat az életedbe. De ne törődjél vele, azt mondja a Biblia, hanem, dicsőség Istennek, egy óriási kijelentés van itt, hanem tudjad az igazságot. Ez ellen mi az ellenszer? Figyeljétek, hogy tudjad az igazságot. Hányan vettétek észre, hogy amikor a kétség, a hitetlenség, a kételkedés korlátja ott van az életünkben, Isten tudott, hogy hogy szokta lerombolni az én életembe? Elmondhatom, hogy rombolja az én életembe? Úgy, hogy bibliai példákat olvastat velem, akik hasonló szituáción mentek keresztül. És olvasom, hogy Gedeon hogy győzte el az ellenségeit, olvasom, hogy Dávid hogy ment keresztül a négy nehéz harcokon, és olvasom sorba a bibliai hősöket, a Szentlélek olvastatja velem. Miért? Mert azt mondja nekem a Szentlélek, ha velük megtettem, veled is megfogom. Hallgass az igazságot. Amikor kételkedés van benned, akkor olyan bibliai történeteket, olyan igéket hallgassál, amelyben hasonló szituáción mentek keresztül emberek. És észre fogod venni, hogy felépül a hited, és elmegy a kételkedés, mert Isten nem változott meg. Ha akkor meg tudta tenni, amikor nem volt számítógép, most is meg tudja tenni. Hányan tudjátok, hogy az Isten minket nem a Facebookon, nem az interneten, nem a GPS-en keres? Hányan tudjátok, hogy tudja, hogy most is hol vagyunk?
Hányan hiszitek, hogy Isten kipipálta, eljöttél az összejövetelre, kinyitottad a szívedet? Teszel is valamit azért, hogy az ő munkája végbe menjen az életedbe, de a legfontosabb, amit akarok mondani, hányan tudjátok, hogy Isten tökéletesen tudja, hogy milyen állapotban vagytok? Tökéletesen tudja a jelenlegi harcaidat. Tökéletesen tudja a jelenlegi próbáidat. Tökéletesen tudja a jelenlegi hibáinkat. Tökéletesen tudja, és éppen ezért nagyon fontos, hogy szól hozzád is olyan igehirdetések, olyan sztorik, olyan történeteket mondat neked, amely legyőzi a kételkedés benned, és azt mondja, ha velük megtette az Isten, velem is megfogja. Tudja az igazságot, mondja rá egy ámen. Tud az igazságot. Mi az igazság? Hogy velük megtette, akkor velem is megfogja. Menjünk tovább. Nagyon fontos, következő, a kényelmi zóna. A kényelem korlátja. Filippi 3:8 ezt mondja. És amikor olyan állapotban találtatott, mint egy ember, megalázta magát engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Tehát észrevetted, hogy a Jézus Krisztus nem feltétlenül a kényelmes, komfortos életet kereste? Mit akarok én ebből prédikálni? Hányan vagytok, akik azt mondjátok, hogy nagy áldás a kényelmes, komfortos élet? Legyünk őszinték. Nyugodtan emeld fel a kezedet. Hányan szeretnétek szép lakást, megfelelő autót, szép ruhákat? Bűn ez? Nem. De hányan vagyunk feláldozni ideig, óráig ezt a kényelmet az Úrért? Ez itt a kérdés. Erről van itt szó. Hogy amikor az Úr szólít, hányan tudjuk otthagyni a kényelmes karosszékeinket? Hányan tudjuk összekoszolni magunkat, pedig minden nap olyan tiszták vagyunk, mint a patyolat? Hányan jövünk el az életcentrumba, és utána, mikor hazamegyünk, még a feleségünk se ismer ránk? Olyan koszosak vagyunk? Kilépünk a kényelmi zónából nem magunkért, hanem a szeretteinkért és az Úrért. Ideig, óráig feláldozzuk a kényelmes életünket. Ideig, óráig odaadjuk a kényelmi szintünket. Ideig, óráig odaadjuk azt a megszokott életet, azt a megszokott környezetet, azt az élet színvonalat, amit eddig éltünk. Hajlandók vagyunk még abból is engedni, csak azért, hogy az Úr munkája menjen végbe. Tudjátok, hogy mekkora üzenet ma ez a 21. századi keresztényeknek? Mert sokan azt hiszik, hogy azért kell gyülekezetbe járni, mert hogy az Isten minket szolgál. És az igazság az az, hogy ő már megtett mindent. És nekünk kell az Urat szolgálni. Nekünk kell körülötte forgolódni. Hányan mondtak ámen? És nagyon fontos, hogy sokszor az áldozatba kerül. Tehát figyeljetek, itt van az építkezés is. Tehát annyira gyönyörködök, amikor jönnek emberek, és imádkoznak, dolgoznak, főznek, bármit is tesznek az épületért, de annyira gyönyörködök igazából, tudod, mibe? Abba a szívbe, amely hajlandó a kényelmet feláldozni. Hajlandó izzadni, mert láttátok, hogy Jézus mit tett? Még egyszer hagyj olvassam el. Értitek a modern nyelven, mi van itt megfogalmazva? Az van itt megfogalmazva. És amikor olyan állapotban találtatott, mint egy ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig. Szerinted, amikor a kereszt útján ment, a legdrágább francia parfüm illatát lehetett érezni? Szerinted kivasalt ingbe ment? Szerinted tökéletes volt a frizurája? Szerinted hintóba vitték? Nem a kényelmes életbe vitték, hanem ő mindent feláldozott azért, hogy a kereszt munkáját elvégezze. Összezúzták, összetörték, leköpték, és a kényelmes életét feláldozta, amit ott élt a mennybe. Csak azért. És hányan hiszitek, hogy ma az Úr nagyobb dicsőségben, nagyobb kényelemben, nagyobb szentségben, nagyobb tisztaságban, nagyobb áldásban van, mint valaha? Ideig, óráig megtesszük. Kiért szoktuk ezt megtenni? A kényelmes életünknek, a kényelmi zónán. Neked hol van a határ? És annyira imádkozok, tudjátok, hogy a gyülekezetek ne csak egy szűk rétege dolgozza, mint egy állat. Profán módon fogalmaztam meg, hanem mindenki vegye ki a részét. És még azok is, akik soha nem tettek ilyet. Hát lehet, hogy a Szentlélek azt mondja, gyere is koszold magad össze. Gyere is tegyél valami olyat, amit még magadért sem teszel meg.
Gyere, vállald be azt, hogy keményen dolgozol, pedig nem is ez a hivatásod, lehet nem is ezzel foglalkozol. Lehet olyan dolgot fogod tenni, amit eddig nem is tettél. Kimozdulunk a kényelmi zónából. Ez a korlát is lerombolódik, és az életgyülekezetben volt az egyik testvérnek egy látása, hogy az épület körül úgy nyüzsögtünk, mint a hangyák, dolgoztunk mindenki, örömmel, boldogan csináltuk. Nem egy szűk réteg, hanem mindenki. Ehhez az kell, hogy kimozduljunk. Ja, most megyek nyaralni. Oké, menjél nyaralni, de ha visszajössz, gyere dolgozni. Én is dolgozom. A többiek is dolgoznak. Nem igaz, hogy nem találjuk meg a megoldást arra, hogy mindenki dolgozzon. Van még egy ötletem. De én nem ezt, egyébként ezt nem szeretném, csak egy ötletem. Én ha nem tudnék menni dolgozni, akkor bérelnék egy munkást magam helyett is fizetnék. Csak hogy részt vegyek. Ez egy kényelmi zóna, ugye? Mi? Ha vadakoztam, kifizettem, ha végezzék el a többiek. No. Kimozdulunk a kényelmes életünkből, az Úr Jézusért. Tesszük a dolgokat, mert most a munkának az ideje van. Áldott legyen az Úr neve. Feledd el tanításom, parancsaim bűze meg szíved. Hosszú életet, boldog éveket, jólétet szereznek azok neked. A szeretet és hűsége ne hagyjon, öröki szíved táblájára ír. Itt találsz kedvességre az Úrnál is, jó indulatra embereknél csak. Bízál az Úrban teljes szívedből, legyen a támasz, ne a saját eszed. Minden időben ő járjon előtted, ő egyengeti majd ösvényedet. Rabat bölcsnek soha ne gondol, figyeld az Úrat, a rosszat kerül. Hidd el, gyógyulás lesz ez testednek, és minden egyes csontot felüdül. Tiszteld az Urat vagyonod legjavában, hisz tőle kapod jövedelmeid. Akkor bor és bücs tárad majd sajtóból, és bőséggel megtelnek csüveid csak. Bízál az Úrban teljes szívedből, legyen a támasz, ne a saját hiszed. Minden időben ő járjon előtted, ő elengedi majd ösvényedet csak. Bízál az Úrban teljes szívedből, legyen a támasz, ne a saját hiszed. Minden időben ő járjon előtted, ő elengedi majd ösvényedet. Boldog az az ember, aki bölcsességre lel is érül, az, aki az úrtól végre értelmet kap. Több haszna van ennek, mint az összes ezüstnek, nagyobb jövedelme, mint a szín aranynak. Drágább ez a gyöngynél, semmi nem fogható hozzá, semmi, 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 amiben kedved lehet. Hosszú élet van az Úr erős jobbjában, baljában találod dicsőségedet csak. Bízál az Úrban teljes szívedből, legyen támasz, ne a saját hiszed. Minden időben ő járjon előtted, ő egyengedi majd ösvényedet csak. Bízál az Úrban teljes szívedből, legyen támasz, ne a saját hiszed.